hátrahajtjuk a fejét a betegnek. Ez azért nagyon-nagyon fontos hátrahajtani a fejét, mert ezzel egyszerre légutat is biztosítunk. Laikusoknak tanították az újraélesztési technikákat a győri mentőállomáson. A most elsajátítható tudás fontosságát mutatja, hogy Európa néhány országában az emberek több mint 90%-a ismeri a technikát. A magyarok ebben nagy lemaradást mutatnak. Valószínűleg ebben Magyarországon tényleg nyugathoz képest egy kicsit jobban el vagyunk maradva. Ezért is jött ez a kezdeményezés, hogy szeretnénk ebbe egy kicsit fejleszteni és segíteni, és ebbe az országos mentőszolgálat is kiveszi a részét természetesen, és itt vagyunk a mai napon, és tanítjuk a laikusokat. Az önkéntesek megismerhették az újraélesztés alapjait, mellyel adott szituációban akár életeket is menthetnek. Én nagyon hasznosnak gondolom, hogyha az ember véletlenül egy ilyen szituációba kerül, akkor egy stressz helyzetben van, és amennyiben csak hallott róla, akkor jóval nehezebben fog tudni reagálni, mint hogyha rászánt egy órát, és a gyakorlatban is ezt kipróbálta, és néhányszor végigment a folyamaton. Természetesen egy alkalom nem elég arra, hogy mindent tökéletesen elsajátíthasson mindenki. Azonban, ha szükség van ránk, akkor jó, ha tudjuk, mit kell tenni. Ebben egyébként bármikor segítséget is kaphatunk a mentősöktől. Valami miatt a tanultakban nem egészen biztos, akkor a 104-es telefonszámon a mentés irányító kollégáink tudnak segíteni az újraélesztés vezénylésében telefonon keresztül, tehát a mentőszolgálat ilyenre is fel van készülve, ezért ha valakinek egy kicsit ezek az ismeretei megkoptak, akkor nyugodtan bizalommal hívja a 104-et, és ott fogunk neki tudni segíteni. A technika egyébként már 10 éves kortól tanítható. Ennyi idősen ugyanis már be lehet gyakorolni a legfontosabb fogásokat. A mentősök szerint ezért is lenne nagyon jó, ha az iskolai tananyagba is bekerülne az újraélesztés oktatása.